Azok a kisebbségi kulturális intézmények, amelyeknek nem a város az alapítója, pályázatok révén juthatnak zavartalan tevékenységet szavataló anyagi eszközökhöz. Közéjük tartozik a Petőfi Művelődési Központ is. A községi forrásokból elkülönített összeg nem elegendő az intézmény projektumainak a pénzelésére. A meglévő költségvetési eszközök szerényebbek a benyújtott projektumokra igényelt összegeknél. Erre az évre körülbelül 90 millió dinárt irányoztunk elő a művelődési intézmények számára. Idén mintegy 162 intézmény nyújtott át majdnem 600 projektumot, de csupán 93 intézmény kaphatott támogatást. Az egyesületek tavaly szeptembertől novemberig pályázhattak. A bizottságnak két hónapon belül kellett volna eldöntenie, mely konkrét projektumokat támogatja. De János Ránc szerint rövid volt a határidő a nagyszámú kérvény áttekintésére. Csak áprilisban hozták meg a döntéseket, hogy melyik projektumokat fogják finanszírozni, és mi pont ilyen ebben a csoportban lettünk besorolva a többi civil szervezetekhez. Ezekben az összegekben nincsenek beleszámítva az épület karbantartási költségei és a személyzet fizetése. Ezeket a kiadásokat a központ a termék bérbeadásából és a különféle tanfolyamok szervezéséből származó bevételből kíséri megfedezni, de az épület rendezetlen tulajdonjoga nehezíti a gondok megoldását. Nekünk nincsen semmi konkrét dokumentumunk az épületre. Szóval én nem bírok pályázni konkrét felújítás az épület felújítására, mert lehet mondani, hogy senki földjén van az épület, holottan a magyarok a telepen azok építették. Maga az épület jelenleg a köztársaság tulajdonában van. A vagyon visszaszármaztatási törvény elfogadását követően várhatólag Újvidékre, majd pedig a Petőfire ruházzák át a tulajdonjogot.